Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Csendes Percek. Ma reggel a Márk Evangélium a hatodik részéből szeretnék önöknek felolvasni egy igét. Ő pedig mondanékik, jertek el, csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan valának a járók és még evésre sem volt alkalmas idejük. A Márk Evangélium a hatodik rész 32. verse pedig így szól. És elmenének hajón egy puszta helyre csupán ő maguk. Szeretettel köszöntöm én és a Pax Televízió nézőit. Ked van, december 27-e, ez a karácsony utáni első szabadnap, hétköznap, és nagyon érdekes, hogy készültem erre az alkalomra, az jött a szívembe, hogy a pihenésről beszéljek. Ez egy kicsit talán paradoxon vagy furcsa, hogy egy ünnepnap periódus után, azaz, hogy mi ráadásul több napos periódus után beszélünk a pihenésről, hol talán az ünnepnapon kéne pihenni. De most, ha a gyakorlatot nézzük, karácsonykor általában főleg a házi asszonyok, de a család többi tagja is, ha besegítenek a házi munkába, meg a vendégek fogadásába, vagy a látogatásokba részt vesznek. Az történik, hogy elég zsúfolt szokott lenni a karácsony. Persze van, ahol erre tudatosan figyelnek, és nem így van. De talán most azoknak, akiknek nagyon zsúfoltan telt a karácsony, hadd mondjam el, hogy Pihenjenek egy kicsit, mert ezek a napok, amik a két ünnep között vannak, karácsony és új év között, ezek speciális napok, akinek iskolás gyerekeik vannak, otthon vannak a gyerekek, otthon van az egész család, ami egy normál évközi, hétköznapi munkamenetben nem így van, és meg kell tanulnunk jól pihenni is. És a Biblia támogatja azt, hogy mi uh, pihenjünk, uh, hiszen látjuk a teremtéskor is, Isten azt mondta, ő maga is megpihent az ő munkájából, és uh, a törvényben a szombatot uh, biztosította, sőt parancsolta, hogy az emberek akkor pihenjenek, feltöltődjenek, nem csak az Istennel való kapcsolatokat újítsák meg e ekkor, hanem, tényleg szó szerint pihenjenek, testileg, lelkileg egyaránt. És Jézus is odafigyelt a tanítványokra, ők visszajöttek a szolgálatból, amire Jézus kiküldte őket, és utána mondta, hogy gyertek, pihenjetek, legyünk egy kicsit együtt, és igazából pihenjünk, mert túl sok volt a nyüzsgés. Az más kérdés, hogy ez nem igazából sikerült, mert az emberek tódultak Jézus után, de Jézusban benne volt abszolút ez a szándék, hogy pihenjenek. És ez nagyon fontos, mert főleg keresztények, ha félre értelmezik, egy kicsikét én is voltam ilyen periódusban, félre értelmezik, hogy állandóan munkálkodni kell az úrért. Igen, ez így van, nem az, hogy kell, hanem ezt örömmel tesszük, de időt és figyelmet kell fordítani arra, hogy tudjunk pihenni. És ez nem tétlenségről szól, hanem meg kell tanulnunk azt, hogy meg kell találnunk, rá kell találnunk arra, hogy mi az a elfoglaltság, vagy mi az a mód, ahogy mi a legjobban tudunk kikapcsolódni, feltöltődni, ezt mindenkinek meg kell találni a saját magának. Mert például van, aki abba találja meg a, a kikapcsolódását, hogy például autóversenyzés néz, Forma egyet néz. Azt például én soha nem tenném, mert, mert nem tenném, mert nekem nem az a kikapcsolódás. Én szeretek a természetbe menni, horgászni, gombászni, és ez számomra kikapcsolódás, feltöltődés. Tehát ezt mindenjunknak meg kell találnunk, és ezek a napok különösen alkalmasak erre. Úgyhogy bátorítom önöket, hogy pihenjenek, töltödjenek föl, és ez újabb energiákat ad arra, hogy a a hétköznapokban, és így az év végén jó egy kicsit úgymond lelazítani, és újra mondom, Isten is támogatja ezt. Most egy rövid imádságot szeretnék elmondani. Drága Istenem, köszönöm neked azt, hogy neked mindenképpen gondod van ránk az életünk minden területére, és azt akarod, hogy mi tudjunk jól pihenni, úgy, hogy regenerálódunk, feltöltődünk. Uram, úgy, ahogy te bennünket teremtettél, nekünk erre szükségünk van. És adj mindenre olyan szabadságot, sőt, ezt megadtad, hogy mindannyian szabad szívvel tudjuk ezt tenni, és örömmel, mert te örömedet leled bennünk, minden gyermekedben, aki befogadta Jézus és megváltójává tette. Köszönjük, hogy a családodhoz tartozunk, és te örvendezel bennünk. Amen. Isten áldja meg önöket. Szép napot, viszontlátásra.